Tolna ugyanis a Dunának következtében a malomiparáról nagyon híres volt. Ugye itt szép szelídsodrású volt a Duna, és rengeteg hajómalom volt a Dunán. Őröltek, búzát őröltek, és más gabonát őröltek. 1869-ben még 30 malom őrölt a Dunán, ami azért érdekes, hogy akkor már átvágták a Dunát, és még mindig 30 malom volt a Dunán, hajómalom. Viszont ennek nagyon gyorsan befellegzett, ahogy iszaposodott el és lassult a Duna folyása. A tolnai hajómalmokat kénytelenek voltak kitelepíteni a dombori Duna részre. Viszont bejött a kapitalizmus. Budán, Pesten hatalmas malmok épültek, már gőzerővel működő malmok, és ezért a hajómalmoknak egyre kevesebb munkája volt. Tolna megyéből, ami idejött a tolnai, majd a dombori kikötőkbe, már őrletlenül ment tovább a nagy budai gőzmalmokba, és ott dolgozták fel a gabonát. Ezért Tolna nagy bajba került, ugye a malmai miatt, és szükségessé vált a gőzbevezetése itt Tolnán is. Ez az épület az első tolnai gőzmalom. 1893-ban a Szászi testvérek építették, azért, hogy valami malom megmaradjon azért Tolnán, és lehessen itt is őröltetni. Úgyhogy gőzzel működött ez a malom, ha jól tudom, 3 őrlőköve volt, és mindjárt megnézem, 36 lóerős volt, és 2 hengere volt ennek a malomnak. Viszont a probléma az továbbra is maradt, az, hogy nagy konkurencia volt a fővárosi malmok, ezért mindig küzdeni kellett ennek a malomnak, és a többi malomnak is, ami utána létrejött, ugye a mözsi malom 1900-as évek elején, akkor volt egy szabómalom, szintén gőzmalom, és ezeknek folyamatosan küzdeni kellett a fővárosi olcsóbb liszt miatt. Úgyhogy az 1900-as évek elején, ahogy megjelent Tolnán a villamos áram, úgy gondolták, hogy az mégiscsak olcsóbb, mint a gőzzel üzemeltetni, modernizálni szerettek volna. 1911-ben részvénytársaságá alakult, egy téglaégető család is a részvénytársaság többségi tulajdonosa lett, ezek a perlerék voltak, és megpróbálták ezt a malmot modernizálni, új épületet építeni, és a végén villamosítani. Sajnos ez sem vált be, ugye az olcsóbb liszt azért olcsóbb liszt, úgyhogy 1912-re, tehát egy évvel az átalakítás után már ez a malom felgyulladt rejtélyes módon. Itt száldostak hírek, hogy a tulajdonosok direkt gyújtották fel a malmot, nem lehet tudni, soha nem derült ki, hogy tényleg műszaki hiba okozta-e, vagy esetleg más probléma. A lényeg az, hogy el kellett adni a malmot, 3 testvér vette meg a malmot, Brucker testvérek, és ők próbálták tovább üzemeltetni ezt a malmot. Aztán tényleg csak nyüglődött, nem ment nagyon a malom, mert 1915-ből tudjuk egy alispáni jelentésből, hogy már Jelentsik malom néven szerepelt, de ez csak a népi elnevezése volt, ugyanis mindig első tolnai gőzmalomként működött ez az épület. Bővítették is, tehát ahogy látjuk, ez a terület itt nem csak ez az egy malom volt, hanem ez a teljes terület, ami egy kicsit elüt az utcaképtől, ez a teljes terület a malom területe volt, raktárakkal, kiszolgáló épületekkel, mindennel együtt. És 1945-ben még működött a malom, akkor 2 világháború között is már nagyon nyüglődött. Egy jelentés miatt
tudjuk, 1951-ben egy malomipari egyesülés született Tolna megyében, és ő írta össze a malmokat. Minimális egy szakmunkással, egy segédmunkással működött már ez a gyár. Akkor még a Malomipari Egyesülés látott lehetőséget abba, hogy felfejlesszék ugye a szocialista népgazdaság számára ezt a malmot. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor szüntették, aztán meg sokáig nem működhetett ez a malom, mert utána tűzépáruház lett, tehát gyorsan megszüntetették 50-es évek elején még, és utána tűzépáruház lett belőle. Aztán a rendszerváltás után a megmaradt épületeket egy kivételével lebontották. Ez a régi malomépület, ami még áll, és ami már nem a korábbi funkciójának felel meg, hanem mindenféle bolt lett belőle.